Mecsek Nádasd Open turisztikai non-profit Kft. Ezt a céget alapították néhány hete a Baranyai településen a megye vállalkozói és magánszemélyei. A társulás többek között turizmusfejlesztéssel és rendezvényszervezéssel kíván foglalkozni. A társaság nevében az Open szó arra utal, hogy szeretnénk kinyitni Mecsek Nádasd turisztikai ajtaját a vendégeink számára. Az év 365 napján szeretnénk különböző program lehetőségeket, illetve élményeket kínálni az ide látogatóknak. A paletta nagyon széles, a vallási turizmustól kiindulva a gasztronómiai programokon keresztül minden egyéb olyan kínálatot szeretnénk megmutatni az ide érkező vendégeknek, látogatóknak, amivel akár egy napot, de akár hosszú hétvégét vagy több napon keresztül itt lehetnek a községben, illetve a környéken. A Mecsek lábánál lévő falu valóban egy kapu, hiszen a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzet határában áll. Emellett számos természeti és épített értéket őriz. Mindenképpen fontos kiemelni azt, hogy a település több száz éves múlttal, történelmi múlttal rendelkezik, egészen Szent István koráig visszanyúlva. Szóval ez az igen gazdag épített és szellemi örökség a turizmusfejlesztés eszközeivel gyönyörűen hasznosíthatók turisztikai célokra, nem csak mint pontszerű turisztikai attrakciók, látnivalók, hanem rendezvényszervezés terén ugye egyrészt potenciális rendezvényhelyszínek lehetnek, ahogy a falu határában elterülő két várom is, ahogy a hátam mögött lévő Schlossberg Várhegy is erről tanúskodik, illetve ugye elsősorban a német nemzetiségi hagyományok, kiemelve többek között a népi kézműves mesterségeket, a helyi rendezvények bázisaként szolgálhatnak. Szóval Mecsek Nádasd, mint turisztikai destináció véleményem szerint abban a szerencsés helyzetben van, hogy számos turisztikai termék egyszerre van jelen, melyet komplex módon szeretnénk egy hosszú távú turisztikai stratégia mentén fejleszteni. Mecsek Nádasdon az aktív vállalkozói életnek köszönhetően sok szállásadó és vendéglátó, helyi termelő és kézműves dolgozik, akik között egyértelmű volt a turisztikai összefogás szükségessége. Továbbá külső stratégiai partnerek is részt vesznek a cég működésében, akik közül Kémindi Tamás harmonika művész és harmonika tanár vállalta a művészeti vezetői feladatok ellátását. Mindenképpen szeretnék olyan programokat, amik nagyon színesek, nagyon változatosak, de az itteni helyi értékeket is azt gondolom, hogy tovább kell vinni, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok, mert olyan szempontból is érintett vagyok, hogy a német zene is nagyon közel áll hozzám, ami szintén a nádasdiakhoz is azt hiszem, hogy közel áll. Annak idején ugye én tovább tanultam, egyetemet végeztem és harmonika tanár lettem. Nagyon-nagyon sok műfajt megismertem a német zene mellett. Színházakba játszottam, és a mai napig is szereplek ilyen produkciókban. Úgyhogy azt gondolom, hogy viszonylag tág rálátásom van ezekre a különböző műfaji jellegzetességekre. Úgyhogy az én részemről mindenképpen azt tudom elmondani, hogy igyekszek majd én is úgy támogatni ezt a törekvést, hogy minél színesebb programokat idehozni Mecsek Nádasdra. A társulás tagja Keszler József és családja is, akik a Malom vendégházat üzemeltetik a településen. Gondoltuk, hogy mi, mint kis szállásadók egyedül nem tudunk tovább lépni. Kell egy szervezet, kell egy összefogás, hogy a turistáknak ne egy-két-három napra tudjunk látni valamit nyújtani, hanem 4-5 napig is tudjuk őket programmal ellátni, szállással is ellátni. Ez viszont az kell, hogy a turizmusban résztvevő összes szereplő összefogjon, vendéglátók, szállásadók, programot nyújtók, illetve kellnek rendezvények, hogy legyen a turistáknak látnivaló is. Hát mi van egy vízimalmunk, ezt Malom vendégháznak neveztük el, és gyakorlatilag az év teljes időszakában vendégeknek adjuk ki. Próbáljuk egy falusi környezetben, egy falusi udvarban elszállásolni a vendégeket, bemutatva a környéket is. Ebben az udvarban áll a József által már említett vízimalom, amit 200 évvel ezelőtt a betelepülő svábok építettek fából. A török hódoltság után kettő malom maradt meg, és a betelepülők építették hozzá malmokat, és egészen 20 épített malomig fejlődött fel Nádasdon a malomipar. Ezek a malmok, ezek bérőrléssel foglalkoztak, gabonaőrléssel, és így maradt fenn ez az egy malom. A többi sajnos már nem lelhető fel ilyen épségben, mint a miénk.
Sibak Szabolcs és felesége Tejmen Szintia kerámiák készítésével foglalkoznak. Ők is tagjai a Mecseknándast Open cégnek. Jelenleg egyébként a pécsi adventi vásáron is találkozhatnak az alkotásaikkal az érdeklődők. Mecseknádasdon élünk és kerámiák készítésével foglalkozunk feleségemmel. Most már 6 éve. És igazából mind a turizmusban érdekeltek is vagyunk, illetve szeretnénk is hozzájárulni ennek a fejlesztéséhez a faluban. Új műhelyt szeretnénk megnyitni tavasztól, ami direkt csoportok fogadására, hagyományőrzési szándék a bemutatók tartásával lenne megújítva végül is, hogy nagyobb teret adnánk az egésznek, hogy bemutathassuk mi is a Mecseknádasdi Jóbányai Fazekasság a környéken például. Valahol modernebb, nem is az, hogy formatervezet, hanem kicsit tovább gondolt, átgondolt, más színekkel foglalkozunk. Mindig szeretnénk nem csak bögrét árulni, hanem egy bögrét vagy a bögrét eladni valakinek. És ez egy ilyen célunk, meg hogy örömet szerezzünk a tárgyainkkal. Mecseknádasd eddig is számos programmal várta a látogatókat és a helyi érdeklődőket, azonban ezen felül még több nagyobb és kisebb, a település gazdag történelmi múltjára és kulturális értékeire emlékező eseményt, szabadidős rendezvényt szeretnének kínálni. A Mecseknádasd Open további tagjait is hamarosan bemutatjuk.